Már a külső festéssel is végeztek a szekszárdi Városkapu lakópark első háztömbjén. Hamarosan a műszaki átadásra is sor kerül, ami pedig már azt jelenti, hogy néhány hónap múlva a lakástulajdonosok is beköltözhetnek az új otthonukba. A feleségemmel már 4-5 éve kerestük az ehhez hasonló típusú lakást, amit itt megtaláltunk. Ez egy ilyen földszinti kertkapcsolatos lakás lett volna, és ugye a lokáció sem volt mindegy, mert hogy én itt a környékben borászkodom. Nekem ez fontos szempont volt, hogy a pincéhez közel legyen, egy gyalogtávra legyen a lakásunk. Úgyhogy nagyon örültem, amikor láttam, hogy itt elkezdtek épülni ezek a házak, és hát végül is megnézve rögtön beleszerettünk a feleségemmel ebbe az egész történetbe. A lakások 53 és 80 négyzetméter közötti méretben készülnek el, és a legtöbbhöz kapcsolódik egy nagyobb erkély vagy terasz is. A zöld terület és a parkolók száma is kétszer annyi lesz, mint a kötelezően előírt, és egy nagy játszóteret is terveznek a területre. Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője azt hangsúlyozta, örül, hogy a több évtizede parlagon álló területen ilyen modern, a lakosságot kielégítő beruházás valósul meg. Végre az első épület elkészült, úgymond szinte teljesen, szerkezetileg teljesen kész az épület. Az épületet el is adták nagy részt. Mint hallottuk, kettő lakás van már csak szabad, ami szabadon értékesített, és van is rá érdeklődő. Úgyhogy ennek nagyon örülök, a szekszárd város életébe is előlépés, a körzet életében kimondottan. Az elmúlt 20 év egyik legnagyobb lakóépületi beruházása közel 4 milliárd forintból valósul meg. A munkálatokat 2021-ben kezdték el a Tolnai vármegye székhelyen. Kinőttek a házak a földből, itt állunk az első épületünkben, aminek az átadása most február végén fog megtörténni, a műszaki átadás. Itt már a vevőink ki tudták választani a belső burkolatokat, konyhát, hajtókat, úgyhogy az utolsó fázisában érkezett ennek az épületünknek a kialakítása. Bízunk benne, hogy a tavasz folyamán, a nyár elején használatba vett engedéllyel be is tudnak költözni. Teljes kialakításra kerül a környezete is, tehát teljes értékű használhatósága lesz az első tömbnek. A második épület műszaki átadását augusztusra, míg a harmadikét decemberre tervezik. Ez azonban csak az első üteme ennek a beruházásnak. A projekt második felét a tervek szerint 2024-ben kezdik majd el. A lakásaink BB-besorolásúak, ami az energetikát illeti. Hőszivattyús rendszerrel fűtjük a lakásokat, ami azt jelenti, hogy egy nagyon jó energiahatékonyságot tudunk elérni. Minden lakásban külön szabályozhatóak a szobák is, és nem mellesleg ugye a fűtési idényben a H-tarifa alkalmazható a mi fűtésünkre, ami jelenleg 23,5 forint kilowatt per óra, ami a legalacsonyabb az összes fűtési mód közül. Ezen kívül három rétegű ablakokat építettek be a lakásokba, és kiváló minőségű hőszigeteléssel látták el az épületet. Így a szakértő szerint kis energiaigényű lakásokat tudnak értékesíteni, ami manapság kiemelten fontos szempont lakásvásárláskor.